a kürtös kalács az egy olyan étel, amit régi időszakra visszagondolva a strandokon, nagy bevásárlóközpontoknál szoktunk látni, hogy sütik a kürtös kalácsot, de ma már nagyon sok háznál megtörténik a kürtös kalácsnak házilagos sütése. Amit én mindig szoktam mondani, hogy a kürtös kalács egy olyan étel, ami egy csapatépítő, és sok ember kell hozzá, és amíg elkészül a kürtös kalács, addig összekovácsolódik egy társaság. Ez a mai alkalom is ilyen, amikor a tanácsnokok összejöttek, és udvarnokon úgy döntöttek a tanácsnokok, hogy kürtös kalácssal fogják megvendégelni a más városrészből érkező kedves barátainkat. Itt segítséget adtunk ehhez, hisz ehhez több ember kell. Én a saját házilag készített kürtös kalácsot mondanám el, ami megítélésem szerint azért finomabb, természetesen az én véleményem szerint, mert itt megvan a kelesztés, megvan az, hogy egy kicsit kell az étel, és nem gyorsan gázzal megpörgetjük, hanem faszénen. Megítélésem szerint a faszénen történt sütés sokkal finomabbra sikerülhet, mint mondjuk egy gázas sütőben, de természetesen ízlések és pofonok különbözők. A recept, amit én tudok, tehát felvétel készült a kezdeti lépésekről, hogy mi kell bele, de azért összefoglalóan elmondanám, hogy 30 darab kürtös kalács elkészítéséhez 3 kg lisztből történik, kell hozzá 4 darab tojás, kell hozzá 2 darab vaníliás cukor, 1 liter tej, 12 evőkanál cukor, azt úgy, hogy 2-t beleteszünk a tejbe, amiben az élesztőt felfuttatjuk, 10-et ugye a tésztába, citromnak a héja, majd a citromnak a leve, egy vajjal puhítjuk az ételt, és ezt az egészet összegyúrjuk 1 liter tej hozzáadásával. Mikor ez megtörtént, az összegyúrás természetesen el kell mondani, hogy ennek a kidolgozása az egy kis erőt vesz igénybe, és talán az egészben ez okozza a nehézséget, amíg azt megdagasszuk. Ezt követően a kürtös kalácsot, ugye mikor megkelt, a végén 1 deciliter olajjal összekeverjük, és akkor kap egy ilyen finomságot tőle. Majd kell, körülbelül egy fél óra időszak kell, ahhoz, amíg ez megkel. Ezt utána gyúródeszkán kidolgozzuk, fél centi vastagságra elsodorjuk, és akkor ahogy mi csináltuk, lehet csikokba vágni és úgy föltekerni arra a fára, amint kisütjük. Erről a fáról annyit kell tudni, hogy ez egy kicsit kupos, ami azt jelenti, hogyha megsült a kürtös kalács, akkor könnyebben lecsúszik róla. És ez úgy készül, hogy föltekerjük erre fára, a két végét befogjuk, hogy nehogy leessen tekerés közben. Tehát mikor ezt megtettük, összesodorjuk, hogy egyenlő legyen, ezt megkenjük olajjal, az olajos kürtös kalács, nyers kürtös kalácsot beleforgatjuk cukorba, megsütjük. És mi úgy szoktuk, hogy amikor már megsült és olvad a cukor rajt, akkor lehet ízesíteni dióval, fahéjjal, kókusszal és sokféle dologgal, ki mit szeretne. Én úgy gondolom, nem egy ördöngös dolog, és a másik dolog, hogy ez a recept meg fog jelenni a Szentgrót újságban, tehát ott mindenki elsajátíthatja. Aztán meg fog jelenni egy videófelvételben, ami fölkerül a YouTube-ra, tehát meg is lehet nézni. Remélem sikerül olyan segítséget adni, hogy házilag bárki el tudja készíteni, és egy baráti társaságban, születésnap, névnap egy olyan étel, amit úgy gondolom, hogy mindenki szeret, de különösen a gyerekek. És hát én kívánom, hogy ezt készítsék el. Természetesen kell hozzá, a felvételen látszik, hogy van egy fém edény, amiben forgatjuk, és a faszén abba ízzik. Ezt megelőzően pedig itt Szentgróton is lehet esztergáltatni ilyen fahengereket, ami a két végében vasat ütünk, egy kis reszelő nyíl, amit meg lehet venni mezőgazdasági boltban, ráteszünk, és házilag elkészíthető. Egy kicsit munkaigényes, de én úgy gondolom, hogy nagyobb a szórakozás jellege, mint a munkaigényessége. Én jó étvágyot kívánok mindenkinek ez a finom ételhez.